Nekünk az eredmény az jó, hiszen hogy a meccs alakult, úgy nem biztos. Nem csak azért, mert második gólunk, bár volt helyzete mind a két csapatnak, elvileg az X reális, de a második gólunk, amit kaptunk, az hát meg egy kis védelmi hiba, erős védelmi hiba volt, egy rossz szögletből kaptuk a gólt. Meg hát itt a végén a Torda Patrik, aki akkor jött be, SMTK-t ugyanígy jött be, és akkor gólt ugott, tehát egy hatalmas zicsert hagyott ki szálló labdából, 6 méterről kapust talált el, laposan, gyengén, tehát ott meg lehetett volna így az eredmény, de ugyanakkor egy jó meccsnek tűnt, illetve hát azért nem volt jó igazából a mi részünkről, mert az első fél időben tök ideges volt a brigád, és rengeteg eladott labda volt, de olyanok, amelyek számomra érthetetlenek, hiszen edzésen olyan gyorsan játszanak kis területen, hogy mondom, hogy rossz nézni őket, mert utána látom a bajnokit, ahol remegnek, meg ijedősebbek, hát fiatalok egyébként, és akkor a nagy hiba százalékkal játszanak. De hát mondjuk ez a meccs azért, ez azért a nehezek közé tartozott, hiszen ez jó csapat, tudatosan is játszanak, sok olyan futballistájuk van, aki képes villanni. Ilyen szempontból nem volt egyszerű ez a mérkőzés, és így az eredmény, így azt kell mondjam, hogy elfogadható. Nekünk az ősz azért hozzátartozik, hogy ezen a mérkőzésen a Lukács volt az egyetlen olyan védőm, aki a rajtnál is védő, helyesen ő volt, aki megmaradt, hiszen abból a csapatból, amikor elindultunk a rajtnál, abból most 4-en nem játszottak, a Stefán és a Kassa kiállítva, illetve Sárgalap, a Csabát Porccal műtötték, tehát a fazekasnak szív problémái támadtak itt a lázas betegsége után, úgyhogy 4 olyan ember esett ki, aki mind standard kezdő volt, és hát a hátsó alakzatban játszott igazából, tehát nekünk azért eléggé hézagos volt most a csapatunk, a kispadon is ifisták voltak, bemutatkozott a kis Varga is, aki a gólvágóval U19-ben, hát felhoztuk a keretbe több játékost is, akikkel hát nyilván egész télen dolgoznunk kell majd, hogy tavaszra odaérjenek, mert tehetségesek, csak hát fizikálisan is, meg mentálisan is erősödni kell, mert a felnőtt futball azért más. Tehát a tavaszunk ilyen szempontból nem volt jó, mert sok olyan meccset buktunk el, x-eltünk le, ami az előbbekre, amit az előbb mondtam, kajakra igaz, tehát a rutin hiány miatt voltak ilyen problémáik. Ráadásul érdekes módon ez a csapat volt, aki becsapott egy kicsit, hiszen az előkészítő meccsek a sok edzés ellenére kemény, jó sültek el. Tehát x-eket játszottunk, egy Budaörssel, MB3-as csapatokat vertünk meg, tehát nem is kaptunk ki, csak az utolsó előkészítő meccsen a Komáromba, és nem volt mindig csak MB3-as, MB2-es csapatokkal játszottunk, és akkor elindult a bajnokság, és totálisan idegesen játszottak, és olyan hibákat csináltak, amit az edzőmeccseken nem. Ez is mutatta, hogy a rutin hiány miatt a tétes meccseket nem bírják annyira. Hát remélem, hogy ez az időszak, ami volt, ezt meghozta, ezt a rutint, és a télen meg úgy fel tudnak készülni, hogy jók leszünk tavasszal. Sajnos az nem ideálisak itt a körülmények, hiszen a pálya problémáink vannak, Vácon nincs műfős pálya, tehát meg mennünk kell Dunakeszire meg ide-oda edzeni, ami azért nem szép, hogy egy ilyen városnak nincs meg a egyébként meglevő, de tönkrement műfős pályája, és ez bekavar majd keményen a felkészülésünkbe, már kényelmi szempontból is többek között, de hát ezt is ki kell bírni, ez benne van a pakliba. Hát ugye először is gratulálok a fiúknak az egész őszi teljesítmény, ezen úgy mondom, hogy jól teljesítettünk, ott vagyunk a dobogó közelébe, jó lett volna nyerni, de ugye hibákat csináltunk sajnos a támadó részbe hátul is, és annak is örülök, hogy elhoztunk egy pontot. Ugye 1-0-nál megvoltak a lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, kihagytuk. Ugye utána 2-1-re elment a Vác egy átlövéssel, egy szélről belőtt
tehát ezekre figyelni kell jobban. Kicsit olyan szétszórtnak tűnt a csapat, már szerintem mindenki otthon volt, vagy lehetett volna, vagy szeretett volna már otthon lenni, de úgy gondolom, hogy összességében kell nézni az egész őszt, és az úgy mondom, hogy kimagasló volt. Mindenkinek kellemes karácsony, boldog új évet kívánok, és jó egészséget!